cseppe nyugati végpontja a Kárpát-medence. Az itt élő magyarság biológiai értelemben több gyökerű. Hunok, avarok, magyarok. Napkeleti népek, lovas nomádok. Sírok, temetők, maradványok. Csontok, melyek a Magyar Természettudományi Múzeum embertani tárának gyűjteményét gazdagítják, ahol antropológusok vizsgálják a több ezer egyént. Az antropológiai vizsgálatok több tévképzetet is eloszlattak a honfoglalókról. Korábban kifejezetten alacsonynak gondolták őket, pedig a csontozatuk alapján az átlagos termetük felülmúlta a római vagy avar időszakra jellemző magasságot. Szintén régi tévhit, hogy a Kárpát-medencébe érkező honfoglaló magyarok szinte csak férfiak voltak, akik ezért a helyi nők közül választottak feleséget. Ezzel szemben a honfoglaló temetőkből feltárt nők és férfiak egymásnak megfeleltethető embertani arculatot mutattak, vagyis egyazon népesség köréből kerültek ki. Férfi vagy nő? Hány évesen hunytak el? Milyen volt a termetük? Lóháton, íjászattal töltötték napjaikat? A harcok során milyen sérüléseket szenvedtek? Csontok, melyek szavak nélkül is beszélnek. Tradíciók emléke őseink koponyáján. Sebészeti és jelképes trepanálás. A honfoglaló magyaroknál a sebészi koponyalékelést a harci sérülések gyógyításának egyfajta módjaként alkalmazták. Azonban a trepanálás többségében a pogány hiedelmek szülte eljárás. Antropológusok, régészek, genetikusok, történészek, nyelvészek. Kutatók, akik segítenek, hogy megismerjük a magyar nép eredetét a tudomány segítségével. Arcok a sírból. Arcrekonstrukció, amely segítségével megidézhetjük a Kárpát-medencében élt elődeink arcvonásait. Az eredeti koponyáról CT felvétel alapján műanyag másolat készül. A csonthiányt és a kiesett, elveszett fogakat sárgás-barna színű méviasszal pótolják. A műanyag koponya másolatról egy gipsz öntvényt készítenek, amelyen a mérőpontokon a lágy részek vastagságát jelölő töviseket rögzítik. A tövisek hosszúsága mutatja a koponya egy-egy pontján a becsült izomvastagságot. A hosszú tűk a szemzugok és szájzugok helyét, illetve az ajkak záródási vonalát jelölik. Az izmokat gyurmából építik vissza a koponyára az anatómiai törvényszerűségeknek megfelelően.
Először a nyakizmok tömegét rekonstruálják, majd a nagyobb rágóizmokat, ezt követően pedig a kisebb mimikai izmokat mintázzák meg. Az elkészült arcrekonstrukcióról szilikon negatív készül. Ezt több réteg gipsz vonja be. Amikor a gipsz megköt, óvatosan lefejtik róla a szilikon formát. Macsói Bélát, az utolsó Árpádházi herceget 1272-ben brutálisan megölték. Szétkaszabolt testét a Domonkos kolostorban temették el. A 21. század elején már oda jutott a biológia tudománya, hogy sikerült feltárni a teljes emberi genomot, egészen a bázispárok a nukleotidok szintjéig, azaz a szervezet teljes örökítő információját. A kutatók rájöttek, hogy a DNS megőrződik a csontmaradványokban, és belőle kinyerhető a genetikai információ. Kutatási irányaink a kora Árpád-kor népességének genetikai vizsgálata, és nekik az összehasonlítása a honfoglaló magyar népességgel. Ugyanígy a honfoglalást megelőző népesség, ami itt élt a Kárpát-medencében, ez az avar népesség volt, nekik is a genetikai vizsgálatát szeretnénk elvégezni, és ugyanígy nagyon izgalmas a Kárpát-medencének a hun kora, és azoknak a hunkorból származó leletek genetikai vizsgálata, ami ismét csak nálunk fog történni. Amint elkészül a honfoglaló magyarok teljes genomadatbázisa, azt összetudják majd hasonlítani a hunkori leletek genom eredményeivel. A teljes genomokból sokkal több információ nyerhető egykori elődeink származásáról és arról, hogy milyen arányban kikkel keveredtek. A 2000-es évek elején sikerült kimutatni az anyai vonalakból már archeogenetikai kutatással mitokondriumon öröklődő DNS szekvenciákat, majd a 2014-es években mi már több mint 100 klasszikus honfoglaló leletnek a teljes mitokondrium szekvenciáját, olvasatát sikerült meghatároznunk, aminek igen nagy érdekessége volt, hogy ezeknek a markáns hányada belső Ázsiában mutatott. A mintavételre kiválasztott koponyát, vagy annak a sziklacsonti részét steril laboratóriumi körülmények között elemzik. A csontmaradványt megőrölve finom csontport nyernek, melyet feloldva kinyerhető belőle a DNS. Immár a férfi ágon öröklődő Y-kromoszómából is vannak genetikai eredményeink, ugyanezen honfoglalókból. Ezen genetikai eredményeknek a legnagyobb és leginkább előremutató vívmánya volt, hogy a férfi vonalak is ugyanúgy belső Ázsiából származtak, ugyanilyen hányadban, mint az általunk már kimutatott anyai vonalak. A Magyarság Kutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontjában a tervek szerint 2020 tavaszára több száz elődünk genomszekvenciája válik ismerté. Ezek az eredmények új adatokat szolgáltatnak a magyarság eredetének alaposabb megismeréséhez.